A most következő versenyző Lugosi Jali éppen Japánban tudta meg a jó hírt, hogy bejutott a középdöntőbe, azért utazott a világ másik felére, hogy részt vegyen egy világversenyen. Örömmel tudatom, hogy a 15. oszakai világversenyen harmadik helyezett lett Ali. Egy olyan megmérettetésen, ahol nem csak klarinétosok, hanem mindenféle hangszeresek indultak. Egyébként Ali az utolsó pillanatban toppant be, elmondása szerint nagyon örül, hogy itt lehet. Hajrá! Hajrá! Sok sikert! Olyan virtuózitás volt a játékodban, és olyan pimasz vagy, hogy az az nem igaz. Ilyet még soha nem mondott nekem senki. Ez olyan furcsa volt egy kicsit számomra, de jól esett nagyon. Tovább jutottál a középdöntőbe, és szeretettel várunk vissza, és gratulálok. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy Ali egy született tehetség, akinek a zeneisége teljes mértékben belülről fakad, és az Alinak van egy nagyon szép hangadottsága. Bátran játszod az ívet. Le fognak kísérni. Jó. Jó, nyugodtan. Középdöntőben a Rossini bevezetés téma és variációk darabját fogom játszani. Azért választottam ezt a darabot, mert közel áll hozzám is, ebben meg lehet mutatni az érzéseket. Tipikus ez a fajta vagyok, aki nem tud jól beszélni, de zenével talán sikerül elmondani. Itt lehet, hogy az Ali is egy picit beleszaladt. Igen. Ha csak ezt ki tudnánk próbálni, jó? Vannak bizonyos részek, amikor teljesen váratlan dolgokat csinál. És akkor csak fölkapja az ember a fejét, hogy hoppá, ez a gyerek, ez ilyet is tud. És én úgy gondolom, hogy az Ali úgy fogja ezt játszani, hogy szívmelengető lesz.
amit az első tételben, vagy hát magában, hogy a témában a lassú részben csináltál, az valami egészen fenomenális. Meg kell, hogy mondjam, hogy a legnagyobb művészektől hallja ezt az ember, csodálatosan formálsz, tehát ahogy kihúzod a dallamokat, megereszted, meghúzod, ez valami, ezt azt hiszem, hogy nem lehet tanítani, ez egy egészen különleges adottság. Ezek azok a pillanatok, amiért mondjuk egy ilyen öregedő zenetanárnak érdemes megszületni. Nagyon szépen köszönjük. Én azt emelném ki egyébként azt az igényességet, ahogy neked elkezdődik egy hang, és annak a hangnak egy élete van, egy története van, egy születése van, és egy halála van, egy elhalása. Végig követed a szemeddel, minden porcikáddal a zenét. Azt tudjuk, hogy 15 éves vagy, elmondanád, hogy melyik hónap, melyik napján születtél? Február 14. Fő fogom írni, mert jó Isten valószínűleg nagyon jó kedvében volt azon a napon, amikor téged megteremtett. Köszönjük szépen. Mondd, kedves Ali, hol dicsértek többet? Japánban vagy itt a Virtuózok zsűrije? Hát itt, mert Japánban nem értettem semmit. Hogy kezeled a dicséreteket? Tehát mit éreztél most ennyi szép és jó szó hallatán? Mert néha rád néztem, olyan volt, mintha egy főzőműsort néznél, tehát nem, semmi reakciót nem láttam az arcodot. Örültem neki nagyon. De szerintem még mindig lehet rajta javítani. Ez egy szép hozzáállás. Tartsd meg ezt mindig. Köszönjük, hogy itt vagy velünk. Gyere. Sok nagyon tehetséges van, és vannak azok a különleges áldott pillanatok, amihez ez a gyerek tökéletes. Egyszer csak eljön az a pont, amikor minden mindegy már. Tehát akkor tök mindegy. Ja, hát amikor a koncertélmény. Tudod, amikor megszűnik a kritikai érzéked, mert örülsz, hogy... Én csak annak örülök, hogy majd a végén azt a hármat majd a közönség fogja eljönni. Legyen, följön nekik is a fejük. Nem. Köszönség az Úrnak! Szevasztok! Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm!